Ugye egyetértesz velem abban, hogy nem tanulni nehéz, hanem előhívni a megtanultakat akkor, amikor arra szükség van. Biztos megtapasztaltad már, hogy otthon tudtad, de aztán éles helyzetben beállt az agyhalál. Nos, ebben a videóban egy olyan trükköt fogok neked mutatni, illetve elmesélni, amivel ki tudod kerülni ezt a blokkolást. Történt egy stand-upossal, Greg Dean-nel. Tanítványokat oktatott, és volt egy tanítványa, aki amikor kilépett a színpadra, egy mokkot sem tudott előhívni az emlékeiből. Arra gondolt Greg, hogy biztosan nem tanulta meg alaposan a tanítványa azt a sztorit. Pedig ez nem így volt. Elmondta a srác, hogy ő bizony rengetegszer elmondta és tudta, méghozzá hol? Az autóban. Ő tejet szállított, teljes ember volt, és ott tanulta meg ezeket a sztorikat, amit színpadon elő kellett adni. Gregnek ekkor jött egy ötlete. A színpadra feltette egy buszt, és a tanítványt oda ültette be, és onnan mondta el a humoros sztorit, slám, semmi gond nem volt vele. Így született meg a teljes ember taktika, amit tulajdonképpen te is használhatsz. Méghozzá hogyan? Akkor, amikor tanulsz, akkor nagyon-nagyon alaposan figyeld meg a környezetedet. Először vizuálisan körbenézel, hol vagy, mit látsz, majd auditív alapon is elkezdesz figyelni hangokra, talán madárcsicsergést hallasz, vagy tányércsörömpölést, illetve figyelj még az illatokra is, használhatsz akár parfumot, vagy lakásillatosítót. És akkor, amikor neked elő kell hívnod, akkor rekonstruálni kell ezt a helyzetet. Igen, igen, tudom, hogy most azt mondod, hogy egy vizsgahelyzetben, vagy mondjuk egy olyan helyzetben, ahol idegen nyelven kell megszólalnod, és ettől te mindig bepánikolsz, akkor hogyan rekonstruáld? Nos, a válasz annyi, hogy az agy nem tud különbséget tenni valóság és nem valóság között, elég, hogyha részletesen felidézed azt a szituációt, azt a helyet, ahol te tanultad. De mi a tudományos oka ennek? Az agy tulajdonképpen kettő dolgot kíván csak tőled, hogy emlékezni tudj, és tud előhívni azt, amit megtanultál, kép és kapcsolat. Ez a kettő szükségeltetik. Nos, itt a kép is megvan, és a kapcsolat is, hiszen legalább három érzékszervedhez kötötted le azt az új információt, amit elő kell hívnod akkor, amikor nagyon nagy szükség van rá. Én azt ajánlom, hogy próbáld ki, és mit veszíthetsz vele? Ha bejön, bejön, ha nem, nem. Bár nem hiszem, hogy nem jönne be. Ha szeretnél tőlem további hasznos videókat kapni ahhoz, hogy hogyan tanulj könnyen, élvezettel, játékosan, akkor ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornámra, mert akkor értesítést fogsz kapni minden videómról. Boldog tanulást kívánok neked!